Itt vagyunk Kiskunmajsaváros főterén, és egy olyan hétvégi rendezvényt követően, amelyet a Gastro Guru étterem valósított meg itt Kiskunmajsán. Néhány gondolatot szeretnék elmondani önöknek a rendezvény születéséről és arról, hogy hogyan dolgozunk mi közösen itt a képviselőtestület többségével. Általában havonta mindenképpen, de akár két hetente leszoktunk ülni a képviselőtestületi többséggel, és átbeszéljük azokat a helyzeteket, problémákat, amelyeket meg kellene oldani az önkormányzatnak. Ilyen volt éppen az a esemény nélküliség kérdése, amely itt Kiskunmajsán a nyár folyamán sokaknak problémát okozott, illetve az, hogy nem tudtak elmenni, kikapcsolódni. Volt a képviselőtestületben két képviselőasszony, Nyerges Péterné és Pap Eliza, akik fölvetették azt, hogy nagyon jó lenne, hogyha egy picit pezsgőbb lenne ez az élet, rendezvények lennének, és éppen itt a főtéren tudna megvalósulni. Miután végigbeszéltük, hogy az önkormányzatnak milyen anyagi lehetőségei vannak, új utakat próbáltunk járni. Összehívtam augusztus elején a városban működő étterem tulajdonosokat, és egy szokatlan fölvetést tettem feléjük. Azt mondtam nekik, hogy az önkormányzatunk örömmel adná ingyenesen, térítésmentesen ezt a főteret lehetőségképpen az étterem tulajdonosoknak egy-egy rendezvényre, sőt, biztosítunk padokat, asztalokat, sátrat ehhez a rendezvényhez, megfelelő mennyiségű áramot is, és jöjjenek ide, próbáljanak rendezvényeket szervezni, mutassák be azt a kínálatot, amellyel ők rendelkeznek, és szórakoztassanak. Így született az első alkalommal éppen augusztus 18-án Tapolcai Pál. Én azt gondolom, hogy bátor kezdeményezésére. Egy olyan kulturális rendezvény, ahol bemutatták, hogy milyen főzési technikák, illetve milyen étkek vannak, amelyeket ők be tudnak mutatni, és a közkedveltek itt a városba, illetve hogy hogyan tudnak vendégül látni, és egy picit szórakoztatni zenekar, élőzene által. Lesz még ilyen rendezvényünk az elkövetkező időben, több is. Jelezték már étterem tulajdonosok, hogy ők is szeretnék ezt a lehetőséget, és élnének vele. Nagyon bízom benne, hogy a következő éppen októberben lesz, és azt fogjuk preferálni, hogy a következő esztendőben, a nyár több időpontjában, itt Kiskunmajsán, ezen a főtéren olyan rendezvények legyenek, amelyek önöket, vagy éppen a hozzánk látogatókat ki tudják szolgálni olyan ételekkel, olyan italokkal, amelyek itt Kiskunmajsán értékek, értékesek.